Köszöntöm Önöket! A kibeszélőt látják az indexen. 2023. májusa van, és ez a hónap, a május hónap több szempontból is fontos, hiszen alig néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt Jeszenszki Gézával, aki akkoriban még az MDF kormányt erősítette, és Fodor Gáborral, aki akkoriban, már 1990-ben a Fidesz pacsoraiban az ellenzéki képviselők között ült, arról, hogy éppen 33 évvel ezelőtt volt az első szabad parlamenti választás. Aztán egy pár évvel korábban, hogyha korábbra visszamegyünk 1988-ra, 88 májusában volt az a bizonyos pártértekezlet, amikor leváltották Kádár Jánost, aki addig az MSZMP-t vezette. Az, hogy mi vezetett egészen 1988 májusához, illetve aztán hogyan zajlott le egy évvel később az a furcsa, dermesztőnek is ható beszéd, amelyet Kádár utolsó beszédének tartanak, illetve mondanak, fogjuk elemezni Balogh Gáborral, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, aki a Terrorháza Múzeum vezető történésze. Mi történt 1988 májusában ezen a pártértekezleten? Ahogy szerkesztő úr fogalmazott, ez, ez, valóban egy, egy korszakváltás volt. 1988-ban, hiszen az a személy, aki vezette Magyarországot, a magyar kommunista diktatúrát nevezzük nevén, hiszen diktatúráról beszélünk, Kádár János megválik a tisztségétől. Nem főtitkár már attól a naptól kezdve, átadja ezt a hivatalt Grósz Károlynak, az ő kijelölt utódjának, és hát ő hivatalosan a párt elnöki tisztségét fogja innentől kezdve betölteni, de hát ez egy kreált, egy, egy valójában súlytalan. Ön számítség számítség tából, azért 32 év után egyáltalán nem, sőt azt mondhatjuk, hogy ha Kádáról múlik, akkor ő nem mond le erről a hivatalról. A, volt egy erős nyomás a pártvezetésen belül is, hogy váltani kellene, hiszen érezhetőek voltak azok a nemzetközi változások, illetve az itthonát tehát a rendszerváltoztatás folyamata ekkor már javában zajlik 1988-ban. Tüntetések vannak, ellenzéki pártok szervezőnek, <coughs> tehát van miről beszélnünk ebben a témában. Érzi a belpolitikai változást is, de ami Kádár esetében döntő volt, mint ahogy egész életében döntő volt, az a szovjet tényező. Kádár... Szemé... Bocsánat, ne szaladjunk elő egy pillanatot még, hogy de azért abban az időszakban azok a megjelenések, amelyek a Kádár szereplésével kapcsolatban a lapokban olvashatók voltak, azok mind azt tükrözik vissza, vagy tükrözték vissza, mint hogy ebben az országban teljesen normálisan jó irányba mennek a dolgok, semmi baj nincs, miközben a felszín alatt elég súlyos problémákkal küzdött az ország. Tehát ez Kádár nem látta, nem, lát, nem, engedték látni neki, vagy egyszerűen csak hazudott a sajtó? Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy mind a három tényező benne van. Kádár János egy, egy saját valóságot kreált, ezt a valóságot most macska körömben mondom. Valóban, hogyha megnézzük akár az 1988-as nyilatkozatait, felszólalásait, akár a pártvezetés zárt köreiben, azt láthatjuk, hogy ha, ha, nem is optimista, mert optimista hangulat azért nem volt, a, nem jellemezte őt sem, de, de elkente a problémákat. Egész egyszerűen nem beszélt róluk, nagyon-nagyon fontos az a beszéde, amelyet 1988 áprilisában a televízióban mond el, szerintem nagyon sokan tudják már a nézők közül is, ott hangzik el ez a híres mondat, hogy Magyarországon politikai és gazdasági értelemben véve nincsen válság. Holott akkoriban már tudjuk nagyon jól, hogy Magyarország hat éve az IMF tagja, és nem, nem jó szántából lépett be, hanem azért, hogy abban az évben elkerüljön egy nagyon súlyos valódi összeomlást, egy gazdasági csődhelyzetet. Ekkoriban, 1988-ban az államadósság mértéke már 18 milliárd dollár, 18 millió dollár fölött van. Tehát csődhelyzet van, mondjuk ki, de ő ezzel nem hajlandó szembenézni, ugyanakkor ezt érzékelik a pártvezetés bizonyos körei is, és látják azt, hogy lépni kell, mert Magyarország tulajdonképpen előre rohan bere ebbe a bizonyos szakadékba. Ezt meg kell, ez meg kell valahogyan akadályozni. A pártvezetés tagjai, amelyek, amelyek látták, hogy problémák vannak, csak azért aggódtak, hogy Magyarország rohan a szakadék fele, vagy pedig figyelték mondjuk a moszkvai példát, hiszen ekkoriban már Mihály Gorbacsó vezette az SKP-t. Nem kifejezetten Magyarországért aggódtak, hiszen a Magyarországértők aggódtak volna mondjuk 1945 követően bármikor is, akár egy pillanatig, akkor nem csinálják azt, amit csináltak. Igen, a de, a ká... de Kádár, mondjuk azért de a reform inkább... kommunisták egy csoportja is segítette abban, hogy lemondjon főtitkári posztjáról, nem? Egyértelműen, ugyanakkor itt mégiscsak ki kell emelnünk azt a moszkvai nyomást. Tehát Kádárnak egy, egy, egy belső, tehát a párton belülről jövő nyomás az kevés lett volna. Őt elmozdítani így nem lehetett volna, fontos volt, szükség volt arra, hogy Moszkvából jöjjön egy olyan jel, amely, amely megadja tulajdonképpen ezt az engedélyt, és Moszkvából ez a, ez a jel ez lényegében hát egy konkrét formában 1988 8. májusában érkezik meg, de hogy mit, ilyen? mit kell ezen érteni, vagy hogy, hogy, hogy történik ez? Ez alatt azt kell érteni, hogy Vladimir Krúcskov, aki a KGB vezetője volt ekkoriban, és csak zárójelesen jegyzem meg, hogy Andropovnál ki szoktuk emelni az előző előtti főtitkárnál, a Gorbacsov előtt, hogy itt szolgál Budapesten nagykövetként 1956-ban, na hát ez a Krúcskov is itt van. 56-ban Budapesten, 56. novemberében. Tehát nagyon jól ismeri Magyarországot, nagyon jól ismeri a magyar pártvezetést és a magyar politikai helyzetet. Úgyhogy nem véletlen, hogy Gorbacsov Krúcskovot küldi el Budapestre, hogy beszéljen Kádárt arra, hogy mondjon le, hiszen így tulajdonképpen, hogy úgy fogalmazzak, egy picit ezt a keserű pirulát hát könnyebben lenyelhetővé tette. De visszatérve Gorbacsov és Kádár kapcsolatára, ami 1985-ben indul abban a tekintetben, hogy Gorbacsov ugyebár 85 márciusában lesz majd pártvezető, történik egy találkozás közöttük, 85 márciusában, hát tulajdonképpen ez egy tiszteletkör volt, ugye bár minden egyes vezető a blogból elment tiszteletét tette Gorbacsovnál közvetlenül Csernyánkó temetését követően, és ezen a beszélgetésen Gorbacsov előadja a terveit. Hát ugye itt a tervek azok, azok, azok fantasztikus jövőképet sejtetnek mindenki, nem csak a szovjetek, de a blokk országai számára is. Kádár csöndben végighallgatja ezt a, felszólalást, ezeket a tirádákat, majd a végén megkérdezi Gorbacsovtól, hogy mondja Gorbacsov elvtárs nem fél attól, hogy úgy fog járni, mint Hruscsov 64-ben. Megfagyott a levegő, természetesen Idezük, erre a mondatra. fel a nézőknek és a hallgatóknak, hogy volt 64-ben. 1964-ben a Szovjetunió kommunista pártjának akkori főtitkárát, Hruscsovot, a saját utódjával vezetett csoport, ugye Leonid Brezsnyel vezette csoport, lényegében megpucsolt, kilökték a hatalomból, és hát azt mondhatjuk, hogy, 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 hogy teljes tilalmi listára tették, tehát nem is érintkezhettek vele, még a korábbi kollégái, illetve a pártvezetők sem a különböző országokból. Tehát egy eléggé, eléggé súlyos ügy volt ez 1964-ben, csak zárójelesen jegyzem meg, hogy ez Skádárnak is megingatja egy pillanatra a székét. Tehát, ha jól értem, akkor a, a veterán magyar politikus azt mondja az Ugyan szovjet vezetőnek, hogy. hogy van mire vigyázni. Nem tetszik hát, attól félni, hogy esetleg megpucsolják, hogyha ilyen gondolatai vannak? Ezért van. ez, ez nem egy jó belépő. Nem egy jó belépő volt, viszont azt mondhatjuk, hogy Kádár profétának bizonyult, hiszen 1991-ben lezajlik ez a pucs, amin ugye vitatkoznak történészek, hogy hogy zajlott le, mind, milyen háttérrel, de ebben most nem is mennék bele. A lényeg az az, hogy ez egy rossz pont volt. Gorbacsovnál értelemszerűen. Ugyan ez a nyilvánosság előtt nem látszott, hiszen amikor egy évvel később Magyarországra látogat majd a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének a budapesti ülésére, akkor mindenki mosolyog azon a bizonyos családi képen is. Tehát teljes az egyetértés, legalábbis látszólag, de, de a háttérben már elindulnak folyamatok. A háttérben már elindulnak folyamatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy meg kell találni Kádár utódját. És ez a folyamat ez 1987-ben fölgyorsul, Ekkor leváltják László Györgyöt, aki eddig a minisztertanács elnöki tisztségét töltötte be, és a helyére Grósz Károly került. És ő volt a miniszterelnök, ugye? Így van ezt tulajdonképpen hogy... mai kifejezéssel. Élve, ami már, egy, ami már egy jelzésértékű akció volt, részben a magyar pártvezetés, részben Moszkva részéről, hogy itt van egy feltörekvő ember, aki esetleg majd a, a csúcsvezetői pozícióra törhet. Ez ugye már egy évvel később be is, tört, be, meg is, be is következik. Azt már akkor lehetett tudni, hogy Gross a befutó, amikor őt kinevezték kormányfőnek? Moszkvában támogatták erősen, és ő is bízott Moszkva támogatásában. A, azt hiszem, hogy sokan emlékezhetnek arra, hogy volt ebben az időszakban már miután Grósz lesz a főtitkár, egy kifejezés, a Glasnost magyarosítását Grósznosznak kezdték el nevezni, és ez Grósznak kifejezetten imponált. Tehát tudjuk, hogy az ő politikai teljesítmény az nagyjából a, a, nullával egyenlő, hiszen, hiszen nem volt olyan lépése, ami jól jött volna ki, de, de, de ez imponált neki, hogy úgy kezelik, mint egy, mint egy magyar gorbacsovot, aki megreformálja majd a pártot, és teljesen új pályára állítja ezt, a, ezt az addigra már hát meglehetősen erőregedett struktúrát. De miért volt, az a gondolom, hogy miért volt uh, Grósz a befutó fél, hiszen ő ugye uh, Borsodi uh, megyei titkár volt, utána fölhozták Budapestre, de itt rajta kívül még Közben volt... Közben is elhelyezik, tehát hogy folyamatosan... egy kerületben a 13. 13. kerületben, tehát egy így azért eléggé, elég, és a 13. kerület vezetése az fontos volt nyilvánvalóan. Kádár János szemében, de a Budapesti Párbizottságot is vezette, tehát egy eléggé komoly pozíció az, amit ő, ő betöltött, de dolgozott a médiánál is, mint tudjuk, hiszen a magyar televíziónak is egy ideig pár volt, tehát fontos állásokat töltött be. Egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a 80-as években kezd el látványosan felívelni az ő csillaga, amit hát ahogy említettük a 87-es miniszterelnöki kinevezése, az már jelzett is, hogy itt, itt, itt történni fog majd valami, de, de talán azt még 87-ben senki nem gondolta volna, legalábbis a kívülállók egészen biztosan nem, hogy 88-ban, tehát alig egy évvel később ez az ember, ez a borsodi ember, ez a volt ex-borsodi pártitkár majd a, a, a Kádár a szerepére fog majd törni, pedig ugyebár bekövetkezett. Térjünk vissza még egy gondolat elejéig a KGB és Krucskov látogatására. Vannak dokumentumok arról, hogy miről lehetett szó, miről, tá, miről beszélt Kádárral? vannak dokumentumok, ezeket a dokumentumokat már évtizedekkel ezelőtt egyébként publikálták, magyar nyelven is. Tulajdonképpen ez a beszélgetés ez arról szólt, hogy, hogy rábírják Kádárt arra, hogy, hogy, lelépjen a hatalom színpadáról. Ez nem volt annyira nehéz ebben a tekintetben, hiszen, és itt szeretnék ismételten visszautalni Moszkva nagyon fontos és kiemelt szerepére, nem felejthetjük el azt, hogy Kádár Moszkva utasítására kerül oda 56-ban, ahova kerül. Persze ő vállalta el, de Moszkva az, Amely meghozta ezt a döntést. Számára a Szovjetunió döntései, a szovjet pártvezetés döntései egész életében vezérfonalat képeztek. Attól nem nagyon akart nem is nagyon tudott eltérni. Természetesen voltak kis kapuk, amelyeket igyekezett kihasználni, de nagy kérdésekben mindig igazodott a moszkvai vonalhoz, lásd 1968. Tudjuk jól, hogy a kommunista vezetők közül ő volt az egyetlen, aki egy picit kényelmetlenül érezte magát. 68 miatt, a bevonulás miatt, de, de amikor arra került a sor, hogy dönteni kell, hogy ő csatlakozik át, ezt a csatlakozikat megint csak idézőjelbe teszem föl, akkor, akkor habozás nélkül igen mondott, hiszen a vonal az vonal. Valószínűleg 1988-ban is ez játszódik le benne. Ezt persze nem tudjuk mi, hiszen nem képzelhetjük magunkat a helyébe, de egy olyan emberről beszélünk, aki egész életében hűséges volt a Szovjetunióhoz, akinek egész életét a párt jelentette, tulajdonképpen semmi nem volt neki fontos. Nem volt családja, feleségét leszámítva, nem voltak gyerekei, Különösebben hobbiairól, illetve olyanokról se beszélhetünk, ami, a, ami az idejét úgy eltöltötte volna, hogy kivonja őt a politikából. Egy igazi homopolitikus volt a szó valódi, igazi értelmében. Há de egy puritán ember volt mondjuk szemben néhány olyan vezetővel a szomszédból, mint mondjuk Josip Broz Tito, vagy Ceausescu, akik. Ezek azért extrém példák, így van. A, tehát az, akik az... meglehetős megalomániával töltötték be ezt a pozíciót. Ez, ez így igaz, de, de a visszatérve a <coughs> gondolatmenetemhez, egy dolog volt életében mindig fix Moszkva. Tehát ami, ami, amit Moszkva mondott, fogalmazhatnék úgy is, hogy Moszkva lakulta a causa est finita. Ugye bár Moszkva döntött, az ügy le van zárva, kicsit átírva a közmondást, és ezt valóban egész életében vezérfonálként kezelte. Tehát valószínűleg én azt tudom elképzelni, hogy ezen a bizonyos beszélgetésen, amelyet Kriucskovval folytatott, eleve nagyon árulkodó az, hogy pont őt küldik, még egyszer mondom, tehát 56 óta ismerik egymást Kádárral. Neki egyértelmű volt az, hogy Moszkvában a döntés megszületett, itt már tulajdonképpen csak a, hogy úgy mondjam, a, szépészeti beavatkozás van hátra, hogy ezt mégiscsak szervezet keretek között hajtsák majd végre. Ezt azért is mondom, mert ezt a párt amire 56 óta nem volt példa, tehát látszott az, hogy rendkívüli időket él meg a, magyar pártvezetés, ez nem úgy indult, hogy itt, itt fejek fognak majd hullani, legalábbis ilyen, ilyen szinten, hogy egészen a, a csúcsig, és hát ahhoz képest a végére hát eléggé szépen leváltották a vezetőséget magával, Kádár Jánossal együtt, akit ugyan elnökké tesznek Akit nem küldtek megtel, el teljesen, de, hanem hát csináltak neki egy a, nem létező pozíció, pozíció, a párt elnöke lett. Nézzük meg most, vagy vegyük végig azokat a legfontosabb mérföldköveket vagy csomópontokat, hogy mi vezetett, ahhoz, hogy Magyarország ilyen, ilyen rettentő rossz gazdasági állapotban várta a 80-as évek végén a, a, a fordulót, az évtized fordulót. Tulajdonképpen ez a történet már a II. világháború után elkezdődik. Ugye egy borzas, borzasztó gazdasági helyzetben van, a, van az ország, lényegében nem is létezik, mint ország, hiszen még békeszerződés sincs, egy földrajzi történelmi fogalom az amit mi Magyarországnak nevezünk 1945-ben, nincsenek határai, a gazdasága teljesen összeomlott, annak a felét a németek, majd ami maradt, azt a szovjetek rabolják, majd el, tehát egy borzasztó állapotból kellett talpra állni de a magyar emberek talpra állítják ezt az országot. Hidakat építenek, vasutakat, tehát beindul nagy nehezen a gazdaság szerkezete, de nagy örömre nincs ok, hiszen a 40-es évek végén megkezdődik a gazdaság teljes átalakítása, sőt, ez tulajdonképpen már 45-ben elindul, hamarabb érik be, mint a politikai rendszerváltoztatás 1945-öt követően, és egy olyan pályára, egy olyan fejlődési pályára állítják rá a magyar gazdaságot, ugye a szovjet mintát követve, amely attól teljesen idegen és működésképtelen. Általában, amikor hitelekről beszélünk, akkor mindig csak Kádár hiteleiről beszélünk, csak arról beszélünk, hogy, hogy hát ő alatta ment a magyar gazdaság, de ez valójában már a Rákosi diktatúra alatt is így volt. Azok a termékek, amelyeket Magyarország előállított, nem voltak kelendőek, nagy részét nem is tudtuk kiszállítani a nyugatra, amit sikerült, az visszajött minőségi kifogás miatt, és hát tulajdonképpen folyamatosan Moszkva segítségére volt utalva a magyar pártvezetés a gazdasági problémák megoldása érdekében. 56-ban már gazdasági válság közeli a helyzet, ezt elmondhatjuk. Tehát nem véletlenül kellett nagy imrének ezeket a bizonyos enyhítő intézkedéseket végrehajtani, hogy valamilyen szinten a felszínen maradjanak. Oké, okay, a... okay, bocsánat, szavar, de azért a... <coughs> amikor konszolidálódott a kádár rendszer, mondjuk a 60-as évek végén, a 70-es években, és elindulnak a háztáik, elindulnak olyan könnyítések, amelyek például az élelmiszer ellátásban segítették az országot, vagy aztán kés, még később ugye beindulnak a kis GMK-k, amikor már lehetett maszekolni munka után, akkor az már egészen másképpen néztek arra, hogy most hogy honnan indult az ország, mint az 50-es évek vége. Tehát amit az emberek érzékelhettek akkoriban 70-es években, a 80-as évek legelén, az az volt, hogy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Akkor mégis mi történt? Ez való igazna, de milyen úton jutottunk el idáig, és valóban jó irányba mentek-e a dolgok? Erre a válaszom az az, hogy nem. De ezt egyébként az ez utókor már nagyon jól tudja is, hiszen ismerjük a következményeit ennek a gazdaságpolitikának. A kiinduló pont az legyen 1956. Leverik a szabadságharcot, megkezdődik a megtorlás, de mi történik a gazdaságban? Hogyan próbálja Kádár konszolidálni ezt a gazdaságot? Hát már ekkor hitelekkel kezdetben az áruhitelekben merül ki, tehát olyan szinten, hogy többek között Romániától kapunk búzát, vagy éppen a Szovjetuniótól, tehát a úgymond baráti szocialista országoktól, hogy kötelezően kellett ezt mondani ebben az időszakban. Tehát már itt látszik az, hogy valami, valami, valami nem igazán működik, és ez az állapot ez nem szűnik meg. A 60-as években Magyarországnak már hitelei vannak. Nem nagy mennyiségről beszélünk, de már vannak, és ezek között vannak nyugati irányú hiteleink is. A másik nagyon fontos, ami tulajdonképpen ennek a kezdeti valóban sikeres, konszolidált gazdaságpolitika megalapításának a, az alapját garantálta, az nem más volt, mint hogy Magyarország sok minden alól felmentést kapott. Példá. Többek között a Valsói Szerződésben, amihez mindenki hozzájárult a saját hadserege, pontosabban szólva néphadserege fejlesztéssel, Magyarország folyamatosan felmentést kapott. Tehát azokat az összegeket, amelyeket nekünk Moszkva döntése értelmében a hadsereg fejlesztésére kellett volna költenünk, Azért itt ne felejtsük el, zárójelet nyitok, itt azért közben berlini falat építenek, itt azért közben a kubai rakétaválság zajlik, tehát eléggé forró szakasza van a hidegháborúnak. Magyarország ez alól felmentést kap, és ezeket az összegeket, amelyeket a központi költségvetésből hadseregfejlesztésre kellett volna költeni, ezt tulajdonképpen be tudják tolni a jóléti kiadásokba. Tehát ez már, egy, ez már egy nagyon jó alap volt ahhoz, és még egy fontos gondolatra szeretném felhívni itt a, az, a kádári időszak kezdeteinél a figyelmet azért olyan nagy eredményekről nem beszélhetünk. Tehát Rákosi alatt áruhiány volt. Sorbanállás volt, hogyha hús érkezett valahova, akkor, akkor hát, ha az embernek szerencséje volt, talán még a végéből kaphatott valamit, hogyha kivárta a sorát. Na most ehhez képest a Kádár rendszer elérhetővé tette a tejet, a kenyeret, a húskészítményeket, egyebeket. Ez, ez a Rákosi korszakhoz képest valóban egy nagyon nagy eredmény. Na de hogyha kitekintünk, mondjuk akár Ausztriára, de mondhatok más országot, Csehszlovákiára, és akkor azt tudjuk mondani, hogy azért ez eléggé sovány. Tehát nem olyan nagy eredmény volt ez, mint ahogy azt, azt elhitették az emberekkel, de mivel az emberek egy nagyon súlyos, durva diktatúrában éltek Rákosi alatt, ezért kétségkívül értékelték azt, hogy legalább, mondták a 60-as években, már ez ellátás folyamatos. Jó, hát déli gyümölcsöt nem lehet kapni, de, de hús van, kenyér van, tej van, Nagyjából élelmiszerbiztonság van. Aztán ugye bejöttek a különböző tartós fogyasztási cikkek is már a 70-es években, mint a hűtőgép, televízió, egyebek. Ez valóban keltett egy ilyen hamis biztonságérzetet, de az az út, amit közben Magyarország megtett a gazdaságpolitika tekintetében, az, és ezt még egyszer szeretném aláhúzni, az első perctől kezdve katasztrofális volt. Tehát egyenesen vezetett az eladósodásba. Elfelejtettem az előbb megkérdezni, miért kaptunk mi felmentést a hadi kiadások? Azért, hogy konszolidálódjon a rendszer. Tehát ez, egy, ez, egy, ez, nem arról szólt, hogy a szovjetek vagy éppen Hussov annyira szerette volna Magyarországot, hogy jó, akkor nektek elengedjük ezt, kedves magyar elvtársak, hanem az volt a célja, hogy az erőszak a megtorlás mellett azért a társadalom többségét ilyen-olyan intézkedésekkel, például a népjóléti intézkedésekkel próbálják meg kielégíteni. Akkor nézzük meg azt, hogy, hogy ugyanez, ugyanaz az időszak hogyan ment végbe, vagy mi történt a nyugaton. Tehát ugye a hidegháború korszakában vagyunk, amikor az el, legfőképpen ugye két világról beszélhetünk, az Egyesült Államok áll szemben a Szovjetunióval, mind a két oldalon vannak szatellit államok. Ez működik egy ideig, amíg el nem jutunk az első komolyabb válságig, a II. világháborút követően az a kubai rakétaválság és a szuezi válság. Ez hogyan befolyásolt minket? Természetesen érintette a blokk összes országát, az elvárás volt Moszkva részéről, hogy a világ felé szolidárisnak kell lenni mondjuk 1960-as évek elején a keletnémet problémák, vagy éppen a falépítése idején a keletnémetekkel, a kubai rakétaválság idején a baráti kubai néppel, tehát itt, itt nem volt tulajdonképpen semmilyen kecmec, nem lehetett külön utat választani ebben a, ebben a tekintetben. De érintette azért a, ezeket az országokat, és különösen súlyosan érinti majd Magyarországot és a magyar gazdaságot. Nem csak ezt a két válságot emelném ki, de egy picit előrébb jövünk a, az időben, akkor, akkor itt további súlyos problémák is zajlanak majd a, a világpolitikában. Hogyha... Búcsánat, tudom, tudom, mert majd fogunk beszélni olajválságról is, de hogy ugye a szugati szu, válságot azért hoztam föl, mert ugye 56-ba, ugye mindenki az, vagy az, a nyugat az a takarozott, hogy nagyon el voltunk foglalva szó ezzel, is, hogy nem, nem tudtunk men megsegíteni a magyarokat. És még tudta, ez egy Nem is akarták ez egy a magyarokat. Hát ugye itt 1945-öt követően világosan felosztják, sőt már valamivel előtte is a azokat az érdekszférákat, amelyekbe besorolják az egyes nyugat- és kelet-európai országokat. Elképzelhetetlen lett volna egy amerikai intervenció vagy beavatkozás. Szóba se időben, került. mert szóval hogy se ugye került. Az, abban a pillanatban egy világháborús helyzetet idézett. Ez ötronál. volt a tragikus tulajdonképpen, hogy közben a Szabad Európa Rádió, amit az amerikai adófizetők pénzéből finanszíroztak, pedig folyamatosan azt kürtölte szét az éteren keresztül, többek között Magyarországra magyar nyelven, hogy harcoljatok. Harcoljatok, mert jön majd nem akarok ironikus lenni, Truman elnök fehér lavon, és megben benneteket, illetve akkor már ugyebár Eisenhower, de, de erről szó sem volt. Erről szó sem volt, ezt, ezt, ezt ki kell mondani. Ez egy, ez egy legenda. Ugye nagyon sokáig tartotta magát az a, az, az elképzelés, és hát igyekeztek magukat sokan ezzel, hogy úgy mondjam, nyugtatni, hogy hát azért nem jöttek az amerikaiak, mert a szuezi válság az párhuzamosan zajlott, és hát szuez ugyebár fontosabb volt, szóval de valójában, szóval valójában szóval így volt van. van. Sőt, tovább mennék az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy miért veszíti el a magyar társadalom a hitét 1956-ot követően a, a, nyugatiakban. Mert ez is, ez is bekövetkezik, ezt tudjuk nagyon jól. Ennek elsősorban 56 az oka. 56 egy borzasztó csalódás volt. A második világháborút még sokan lenyelték, hiszen sajnos Magyarország Németország oldalán kerül be ebbe a háborúba, ami egy vesztes oldal, pont. De 1956-ban nem ez a helyzet. Folyamatosan a Szabad Európa Rádión keresztül, az Amerika hangján keresztül, a légballonokon keresztül bejuttatott, röplapokon keresztül azt olvasta, azt hallgatta a magyar ember, hogy küzdjél a szabadságodért. És amikor ez a pillanat bekövetkezett, hihetetlen bátorsággal tényleg egy nemzet emelte fel a szavát és hát a kezét a megszállók ellen, akkor, akkor, akkor hát magunkra hagytak bennünket, illetve magukra hagyták a Pestis láncokat és lányokat. Ez egy borzasztó csalódás volt ha behozhatok egy másik témát, szoktak arról beszélni, és a mai napig divatos kifejezés az, hogy Kádár egy új társadalmi szerződés kötött a magyarokkal. Ugyebár a konszolidációról beszélünk, aminek az eredményeként mi lettünk a legvidámabb barak, illetve Magyarország. Ez szerintem annyira nem igaz, itt nem egy társadalmi szerződésről beszélünk, egész egyszerűen az történt, hogy a magyar társadalom túl volt egy újabb nagyon súlyos traumán. 1956-on, ami duplán traumatizálta a társadalmat, nem csak azért, mert hogy leverték, a szabadságharcot, de azért is, mert nem érkezett segítség. Magunk rajtak bennünket, hogy úgy mondjam, ez két világháború, Trianon, a holokauszt, a gulág és a gubfi után, illetve a szovjet megszállás után, ez már túl sok volt. És hát. egy picit fásultá váltak az emberek, így, így, így törődtek bele tulajdonképpen abba a 80-as évekig, hogy itt, itt, itt berendezkedik egy diktatúra, ami talán hagy nekik egy kis levegőt majd, hogy, hogy életben maradjanak a felszínkben. Hát én vitatkoznék ezzel az utolsó gondolatával, hogy, hogy, hogy emiatt fásultak bele az emberek, hogy hogy nem jött a segítség. Hát szerintem, reálpolitikusként bárki végig gondolja, 1956-ban kitör a forradalom, ki, kire számíthattunk volna? Csehszlovákokra, románokra? vagy, vagy ki, Honnan jött volna hát nem a segítség? A nyugat, de a nyugat a pedig, ha a reálpolitikát nézzük, az egyértelmű volt, hogy nem mer belelépni, hiszen az világhá újabb világháború eredményezett volna. Alig vagyunk 5 évvel később a kubai válságnál, ahol csak tényleg centimétereken múlt az, hogy nem tört ki valamilyen forró háború is, és maradt a hidegháború. Na, tehát a 60-as évekhez eljutunk, a konszolidáció időszaka, ami gazdaságilag is, ugye említette azt, hogy már voltak adósságaink nem csak a szocialista táboron belül, hanem már nyugatiak is. Majd elérkezünk 73-hoz, ugye az első, vagy komolyabb olajválsághoz, amit ugye az idézett elő, hogy az arab országok, illetve a, a, a nagy olajkitermelő országok, amiatt, hogy, hogy ugye az, az arab-izraeli háborún belül az Egyesült Államok és a, a nyugat egy része egyértelműen az izraelieket támogatta, és az arabok alul maradtak, ezért azt mondták, hogy akkor előveszik az olajfegyvert, és megemelték az olaj árát. tehát ugyanúgy, mint ahogy most az elmúlt egy évben történt, ugye a háború, az orosz-ukrán háború kitörését követően kilőttek, hogy úgy mondjam, az olajárak. Tehát akkor mondjuk, hogy 5 dollár volt egy olaj, hordója lett belőle 7, aztán meg 10. Ugye akkor is a dupláról beszélünk. Ilyen. Ugye mi arról beszéltünk korábban, hogy volt 40, meg 50 dollár a hordonként az ára, és ebből lett 100-150 dolláros ár, ami elszabadult tavaly. No, és ez volt az a pont, ugye, ami azt mondták, maga Kádár János is azt mondta, hogy nem fog begyűrűzni hozzánk ez a fajta nyugati gazdasági válság. Mindenki állni. nyugodjon meg, meg fog állni hegyes halomnál, de ez nem egészen így történt. Hát ugye a világpolitikából nem lehet kizárni magunkat, meg lehet próbálni, más dészak korea, de hogy mi az eredménye, azt ott láthatjuk. A 70-es évekre már, már vannak válságjelek, már konkrét válságjelek vannak, és ennek az olajválság azt mondhatom, hogy csak az egyik indikátora. Egyrészt leállítják az új gazdasági mechanizmust pontosan a 70-es évek elején, 68 következtében. Az mi volt? Vagy mi lett volna? Tulajdonképpen egy valamivel nagyobb szabadságot engedett volna a vállalatvezetőknek a termelés, a termelt termékek és mennyiségek meghatározása tekintetében. Hát egy picit több szabadságot adott volna voltak, akik a Lenini új gazdasági politikához hasonlították, ezt a 20-as évek elején vezette be ugyebár a, a, a szovjet diktátor, azzal a céllal, hogy egy picit lazítson azokon a kereteken, a hadi kommunizmus keretein, ami ugye csődbe vitte. És akkor nálunk miért meg? Hát nem utolsó sorban azért, mert Moszkvából leállították. És akkor itt jön be az, amit az elején beszéltünk Ádár szerepével kapcsolatban, hogyha Moszkva valahol megállt parancsolt, akkor, akkor ott nem volt helye a ez is emiatt következik be. Ugyanakkor azért hát az almát a körtével nem nagyon lehet keverni, tehát piaci viszonyokat bevinni a szocialista gazdaságba, ez nem tudott volna működni hosszú távon, de mégiscsak adott egy kis levegőt a gazdaságnak, és ennek voltak nyomai is. De 1972-ben ezt leállítják. Jön az olajválság. Ha valaki a 70-es évekre Felülről tekint rá, akkor még mindig azt mondhatja mindezek ellenére, hogy hát a 70-es évek, kérem szépen, az a Szovjetunió évtizede volt. Ha valami csapás történt a világon, akkor az általában az Egyesült Államokat éri. Miről beszélek? A Vietnámból való kivonulás, hát ez egy nagyon súlyos sok volt nem csak az amerikai, de a nyugati társadalmak számára. Megjelenik a nemzetközi terrorizmus, ami érdekes módon csak nyugati cégeket, politikusokat érintett. Hát tudjuk, hogy ezeknek a nagy részét honnan finanszírozták, ugyebár a keleti blokkból, még Magyarországnak is volt ebben némi szerepe, ilyen közvetítői szerepe. Tehát számtalan olyan esemény történik, ami, ami Moszkvának több ad okot. Ami a nyugatnak nem megy, az, az nekünk megy, rend van, konszolidáció van, megoldottuk a csehszlovák kérdést, mehetünk előre, hova mentek előre, előre feljel a falnak, 1979-ben vagyunk, háborút indítanak Afganisztán ellen. És ha lehet mondani, akkor ez az első durván nagy szög. Az egy a háború szóval... volt az elején, hanem inkább a nazibullakféle eh, szocio-afgán szocializmus, kommunizmus próbálták valamilyen formában föntartani. Hát nyilvánvalóan arra irányul, de hát aztán igénybe kellett venni a tankokat és a helikoptereket, ami már egy eléggé konkrét formát öltött. Azt nem gondolták természetesen a szovjetek, hogy bele fognak ragadni majd ebbe a, ebbe a konfliktusban, hát tudjuk, hogy így történt, hiszen tíz éven keresztül ott lesznek majd, és nem tudnak pacifikálni, nem tudnak békét teremteni a megszállt Afganisztánban. Óriási véráldozatokat hoz mind a két fél, teljesen eredménytelenül, már legalábbis a szovjet félre utalva. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, a 1979-ben ez elvág valamit. Elvágja azt a folyamatot, amit francia kifejezéssel csak detantnak hívtunk, ugyebár az enyhülés folyamatát. Ez egy hamis szovjet politika volt, amelynek az volt a a, a, lényege, hogy ők eladták magukat a béke feltétlen híveiként, követőiként és propagálóiként, és elvárták azt, hogy, hogy ezt a nyugat is, ezt a, ezt a retorikát, ezt, ezt vegye, vegye át, és ennek megfelelően politizálja. Sajnos erre nyugaton voltak is olyan politikusok, akik... akik Na de az enyhülés voltak... el is kezdődött valamilyen szinten kelet és a nyugat között, hiszen megkezdődnek a, a, a fegyverzet leszerelési tárgyalások, tehát de közben azért Moszva a járatja a fegyverkezést, ezt tegyük hozzá, tehát hogy ezeket az adatokat senki nem ismerette, hogy mi zajlik a, a, a szovjet gyárakban. Tehát ez egy utánkövethetetlen folyamat volt, valójában a, a csak a nyilvánosságnak, a nyugati nyilvánosságnak szól. Egyetlen példát mondjak, a 70-es években volt olyan időszak, amikor egymást érték NSZK-ban, Franciaországban vagy éppen a, a Nagy-Britanniában a fegyverkezés elleni tüntetések amelyek általában egyoldalúak voltak, az amerikai megszállók ellen irányultak lásd az NSZK-ban, vagy éppen a rakétatelepítések ellen. Ilyen jellegű folyamatok nem nagyon zajlottak le a kelet-közép-európai térségben. Tehát szovjet rakétatelepítés ellen tiltakozni azért az nem az volt nem. egy életbiztosítás, hogy finoman fogalmazzak mondjuk Csehszlovákiában, vagy éppen, vagy éppen Magyarországon. De ilyen nem Ez egy egyirányú folyamat volt, ami, ami viszont 1979-ben teljes mértékben megbukik, hiszen több mint tíz éven keresztül enyhülésről, megbékérésről beszéltek a szovjetek. Na de akkor mi történik Afganisztánban? Hiszen ez egy, ez egy konkrét kézzelfogható háborús konfliktussá növi ki magát a, a 80-as évekre, és erre már reagál a nyugat is. Ez, a, ez az a szint, ami már Jimmy Carternek, az amerikai elnöknek a, az inger küszöbét is megüti, ami azért eléggé, eléggé magas volt ebben a korszakban, tehát sok minden befért. talán. Itt már azért érzi azt, hogy, 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 hogy lépni kell, és szankciókat hoznak, bolykottálják a moszkvai olimpiát, tehát ezek már érezhető intézkedések voltak ebben a, ebben a tekintetben, és megérezték a kommunista országok is, többek között Magyarország is, hiszen drágultak a hiteleink. Na most a 80-as évek elején ez már eleve egy súlyos probléma volt, hiszen 81-82-re Magyarország eljut odáig, hogy már a hitelek kamatait is csak újabb hitelek felvételének, vagy hitelek lehívásával tudja majd törleszteni, így jutunk el 1982-ig, bocsánat zárójel, közben túl vagyunk egy lengyel válságon, ami még inkább lenyomja a hitelező képességét a nyugatnak, illetve szándékát a kelet felé, Magyarország bajba kerül. 82-vel kapcsolatban a rendszerváltoztatást követően Benke Valéria, aki hát egy eléggé prominens kommunista vezető volt Magyarországon, egy interjújában megjegyezte, hogy hát nekünk 82-re már a napi túlélés is óriási erőfeszítésekbe került. És ez valóban igaz, hogyha megnézzük az adósságrátákat, ha megnézzük azt, hogy közben mekkora volt Magyarország teljesítménye, gazdasági teljesítménye, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag elég lett volna egy, egy, hiba, egy akár titkárnői hiba, és ezt mindjárt ki fogom mondani, és az ország egyik napról a másikra fizetésképtelenné válik. Mi ez a titkárnői hiba? A német Miklós, akinek a, a emlékiratai nem olyan régen, tehát már lassan tíz éve, hogy hogy megjelentek, ugyebár ő volt az utolsó pártállami és az első Igen. köztársasági miniszterelnök, ő írja a memuáriában, hogy valóban olyan súlyos volt a helyzet, hogyha valahol egy, 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 nemzetközi utalást, egy titkárnői szinten elront valaki Magyarországon, akkor abból, és ez kiderül, akkor ez egy elő lett volna az államcsőddel. Tehát borzasztó állapotban volt a magyar gazdaság, ezért kellett az IMF hitel, ezért kellettek további hitelek ezt követően, de ez is egy, egy döbbenetes történet ahhoz, hogy belépjünk az IMF-be, le kellett tennünk egy kvótát 82-ben, amit, nem tud, nem, amit Magyarország nem tudott előteremteni. Most az összeg az nem jut eszembe, hogy mekkora volt, hogyan szerzünk összeget, hogy az IMF-be be tudjunk lépni, tehát hogyan szerzünk pénzt arra, hogy újabb hiteleket tudjunk felvenni, hát hitelfelvétellel ezúttal a kínaiaktól. Tehát egy szürrális helyzetbe került az ország gazdasága, és ebből jól látható módon már nem, nem volt kiút. Na de azért tegyük azt is hozzá, hogy a 79-es afganisztáni szovjet megszállással egy időben, vagy azt követően, elindul az Egyesült Államokban egy teljesen másfajta külpolitikai és katonapolitikai gondolkodás is. Tehát ugye a régen időszakban bejön a csillagháborús elképzelés, ami olyan rakétavédelmi rendszert vizionált az Egyesült Államok égbolt fölött, égboltjára, ami bárhonnan érkező rakétát el fog tudni fogni, kapni, lelőni. Ennek a kifejlesztését ugye el is kezdték, és ugye amikor erre a szovjetek tudomására jutottak, akkor megijedtek ettől, mert akkor mi a csodának van nekünk annyi interkontinentális ballisztikus atomrakétánk, hogyha úgysem fogjuk tudni elérni a potenciális ellenfél területét. És ők is elkezdtek fejleszteni. Viszont ugye a szovjet fejlesztések a nyugatiakhoz képest messze, messze, messze Van messze, az a, a mondás, el... hogy medencét a Szilícium völgyel hát lehet... el, el, elmaradtak egy Magyarán az amerikaiak nagyon ügyesen tudták pont ebben az időszakban, amikor amúgy is megrodjant a, a Szovjetunió a katonai, a katonai szerepvállalása miatt gazdasági téren, belezavarni egy olyan fegyverkezési versenybe, vagy fegyverkezési spirálba, ami aztán végül oda vezetett, ahova vezetett. Tehát elsősorban oda, hogy megjelent Gorbacsov, aki belátta ugye azt, hogy itt más út nincs a Szovjetunió számára, hanem itt bizony váltani kell, és ki kell valamilyen módon egyezni az Egyesült Államokkal. De ugye ez a gazdasági helyzet, ez kihatott akkor a, a, a tömb, a blokk összes országára. Tehát 80-as évek közepéről beszélek már. Így van. Visszatérve a régen korszakhoz, ami egy nagyon fontos időszak ebből a szempontból. Tehát valóban, ugye régen elnök a gonosz birodalmának nevezi a Szovjetunió, tehát a kereszt fizet tulajdonképpen a, a Szovjetunióról, és egyértelműen hát meghirdeti a, a csillagháborús tervet, valamint egy fegyverkezést, egy erőtett egy fegyverkezést, azzal a célnal, azzal az egyértelmű célnal, hogy tönkre fogja fegyverkezni a Szovjetuniót. Mert látta azt, amit az imént időztem, hogy a Donyácmedence a szilícium völgyel nem fogja tudni fölvenni a versenyt. És ezt tudták a szovjetek is. Legalábbis a szovjet vezetés. Amikor 1985-ben Gorbacsov hatalomra kerül, akkor a Szovjetunióban sem rózsás a helyzet gazdaság tekintetében, és akkor most nagyon, nagyon finoman fogalmaztam. Azt azért nem mondanám, hogy ő azonnal ilyen nagy lépéseket akart megtenni, hiszen a Perestroika és a Glasnost meghirdetése is csak egy évvel később fog beindulni, meghirdetődni, de és hát az is tudjuk nagyon jól meglehetősen érdekes módon, hiszen csak egyetlen konkrét példát kiemelve, itt van a Csernobili atomkatasztrófa. Megtörténik a, a blokk felrobbanása, felrobban a, a blok. 1986. áprilisában vagyunk, mi ennek a, az erőműnek a neve? Vladimir Ilyich Ulyanov atomerőmű. Nos, hát másnap már némi hírek megjelennek természetesen az újságokban, kisebb üzemzavarról, hol? A Csernobili atomerőműben. Addig mindig a névadóval nevezték el ezt az erőművet, innentől kezdve természetesen csak Csernobili atomerőműről beszélünk, korábban hirdette meg egy hónappal korábban a glasnostyot, hát ennyit a nyíltságról. Tehát hogy azért a nyíltságnak a fékpedálját, hogyha szükség volt rá, ebben az, hát az időszakban az elég, is meg nyomni. Az elég lassan hát nyílt ki a, a média a Szovjetunióban, a, a Gorbacsov időszak elején, ez, ez való igaz. De hogy gyakorlatilag Gorbacsov szembesült azzal, hogy ezeket a, azokat a problémákat, amelyeket a megroppanó kelet-európai gazdaságok terhely jelentenek a Szovjetunió számára, nem fogja tudni hosszú távon cipelni. Tehát megszűnik az, hogy megszűnik az ingyen ebéd, tehát hogy kisegítjük a magyarokat, kisegítjük a keletnémeteket, hogyha éppen szükség van erre, vagy a baráti országokat Afrikában és máshol, mert hogy a Szovjetuniónak sem megy már olyan jól. Ez így van, és ezzel tisztában volt Gorbacsov, nem utolsó sorban azért, mert ő aztán tényleg egy olyan pártvezető volt, aki megjárta azt a bizonyos szamárlétrát, tehát a vidéki pártiskártól kezdve KB-t, a pb t hagyne soroljam -e föl. Tehát látta, ismerte a Szovjetunió beli viszonyokat, és az teljesen egyértelmű volt a számára már az elejétől kezdve, hogy változtatni kell. Ugye mondja a feleségének, Rajsza Maximovnának, hogy így nem élhetünk tovább. Ez a legendás mondás 1985 márciusából. Tehát innentől kezdve érthető az, amit, amit Kádár Jánosnak előadott, hogy milyen változtatásokat tervez majd a közeli távoli jövőben, amire Kádár ugyebár emlékeztette Rústsov reformjaira és a 64-es pucskísérletre, amely aztán sikeres is lett, de, de ez a változtatás azért természetesen nem ment olyan gyorsan. Tehát először nyilvánvalóan Gorbacsov is fölmérte azt, hogy milyen lehetőségei vannak erre a változtatásra. Itt egy dolgot szeretnék megjegyezni arról 1985-ben, 86-ban vagy 87-ben, de még 88-ban sem volt szó, hogy a közép európai országokat elengednék. A, a vonal ekkor az volt Moszkvában, hogy olyan vezetőket kell állítani ezeknek az országoknak, ezeknek a pártoknak az élére, akik követnek bennünket, akik követik a perestroika, a glasnost politikáját. Tulajdonképpen az első nyomai jelei annak, hogy itt, itt esetleg lehet, hogy egy komolyabb változás is bekövetkezhet, az 1989-ben érett meg, és ehhez nagyon nagy szükség volt arra, hogy a térségben élő embereknek megjött a hangja, visszajött a hangja, tüntetések zajlanak, sztrájkok vannak, gondoljunk a balti élőláncra, tehát fantasztikus dolgok történnek, olyan dolgok, amelyekre évtizedek óta nem volt példa. És ez jelzi, egy jelzés is a pártvezetés, az egyes országok pártvezetése és a moszkvai pártvezetés számára is, hogy baj van az ő szempontjukból, itt nem lesz elég Elmenni a falig itt, itt, valószínűleg tovább kell majd mennünk ennél. A lényeg az, hogy egy eplő ott maradjon ezen, ezeken az országokon. Ezzel kísérleteznek is, de hát ugye ismerjük a történelmet, ez végül nem, nem jött össze. Ugye a kísérletezés formája a mi esetünkben az volt, hogy hogy Grószt beemelik miniszterelnöknek 1987-ben, és 88-ban, a beszélgetésünk elejéhez visszakanyarodva, 88 áprilisában összehívják ezt a pártértekezetet, ahol végül is lemond lemond a párt vezetés Kádár Jánossal együtt. Egy évvel később, 89-ben, Kádár már ilyenkor, Kádár ekkor már meglehetősen dromló egészségi állapotban van, ami ugye gyakorlatilag eltűnik egy évre, és 89 áprilisában az utolsó kis kongresszuson, vagy azt követően mondja el ezt a bizonyos, nem, utána mondta, hát ez egy, igen, utána, utána, mondta utána mondta igen, ezt, a, igen, ezt ez a bizonyos egy... utolsó beszédét, amit nem kellett volna. És nagy kérdés, hogy miért mondta el ezt a beszédet? És miért mondta? Vajon ő akarta elmondani ezt a beszédet? Ő akart a halála előtt alig két hónappal megjelenni a pártvezetés előtt, és elmondani ezt a, hát ezt a zagyvaságot, most elnézést kérek, de hát aki olvasta vagy hallotta ezt a beszédet, hiszen a közösségi médiában is fent van, az, azt tudhatja, hogy gyakorlatilag se füle, se farka nem volt. Hát egy, egy, beteg a, egy beteg szenilitással küzdő, de, volt már így van, de, de demens embernek egy utolsó össze, magát összeszedni próbáló egyórás monológia. Nagyon sok elképzelés volt azzal a kapcsolatban, hogy ez miért következett be. Én megint csak német Miklósra utalnék vissza, és vele értek teljes mértékben egyet, hogy ez Grósz Károly szervezése volt. Tehát ő volt az, aki kádár. De mi érdekelett volt érdekel, volna grósznak? Azért, hogy a múltnak a bűnei teljes mértékben egy emberre kenjék. Tehát ezzel azt akarta tulajdonképpen elérni Grósz, hogy a pártvezetést és magát a pártot fölmentse 56 súlya alól, és kimondja azt pont a, pont a volt diktátorral, Kádár Jánossal, hogy igen, ő a felelős. Én vagyok a felelős azért, ami itt történt, és nem a párt. Hát ha elolvasuk ezt a szöveget, hát kell hozzá erő, és odafigyeléskészség, akkor azt látjuk, hogy nincs benne koherencia, tehát az agyvaságok tömkelege beszél a gyerekkoráról, néha beúrik neki egy még korábbi a betegségéről. Érmény, betegségéről. a felesége betegségéről, de van benne egy pont, ami rendre visszatér, egy kifejezés, egy szó, ez a felelősség. Az én felelősségem. Engem nem lehet bíróság elé állítani, van egy ilyen része is, mert én már öreg ember vagyok, beteg vagy papíron van róla, tehát egész egyszerűen mentegetőzni próbál. Tehát egy picit úgy érzi az ember, mintha tetemre hívták volna a párt vezért, a párt volt vezérét, és neki védekeznie kellett volna itt a, a vezetés előtt. Ön szerint sikerült Grósznak ezzel nem sikerült, a beszédet, nem. leszedni, vagy kádára túlni az összes felelősséget? Mert Gro szerintem nem. Grósz Károlynak semmi nem sikerült a bő két éves de, most csak alatt. Er, er, tehát, er, er, ha de... ha ez valóban Grósz Károly inspirálására mondta ezt a beszédet, akkor, akkor valószínűleg neki volt ez a terve, de én szerintem ismerve, halva ezt a beszédet, ez nem állítható, hogy ezzel ő gyakorlatilag letolta a pártról a felelősséget. Egyáltalán nem. Visszatérve magára a beszédre, és ugye, hogy került egyáltalán sor, és ismételten Német Miklósra hivatkoznék, aki írja a memuáriában, hogy amikor ez a beszéd elhangzott, hát ő is ott volt, mint ugye már vezető politikus. A hangulat az, 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 az megfagyott, voltak, akik sírtak, tehát megdöbbentő érzés lehetett azt látni, hogy egy 32 évig vezető, pártvezető, egy, egy, egy olyan ember, aki egy, egy korszakhoz adta, adta a nevét, az, az ott omlik össze gyakorlatilag. Előttük egy, egy korszak névadójáról beszélünk, még egyszer megismétlem ez a korszak. Ez hát nem is tudom, másfél generáció vagy két generáció életét jelentette, itt véget ért valami, ezt egyértelműen látni lehetett. Nagyon nagy, egy valóban egy dráma volt, ami ott lezajlott, és amikor ez a dráma véget ért, Skádár János eltávozott, akkor német Miklós utasításba adta az egyik munkatársának, hogy szeretné megtudni azt, hogy ki volt az, aki kocsit küldött Kádár Jánosért. És alig fél órával később német megkapja a választ, hogy Grósz titkárságáról érkezett a kocsinak a rendelése. Tehát nem Kádár János kért autót, hogy ő elmenjen erre az ülésre és előadja azt, amit előadott, hanem a párt főtitkára volt az, aki lényegét tekintve berendelte a, a pártelnököt, erre az expozéra. Tehát ez egy nagyon súlyos ügy volt a Grósz részéről, egyértelműen egy felelősség áthárító akció lett volna, hogy Grósz tudta-e, hogy ez, ez hogy fog elsülni és így fog elsülni, azt én nem tudom itt megmondani, hiszen nem, nem, vagyok a helyében, nem voltam a, helyében, de, de azért azt sejthette, mivel ő volt kijelölve, saját magát jelölte ki, Kádár felett egyfajta politikai gyámként, hogy nincs jó állapotban. A volt pártvezető egy ilyen vállalkozás az, az az nem biztos, hogy jól venné ki magát, és nem biztos, hogy azt az eredményt hozná, amit ő amit ő elvárt ettől a, ettől a fellépéstől. Ez ugye elhangzott április végén, és uh, június közepén pedig Kádár János meghalt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra!